és meg kell azt várni, hogy elinduljon. Egyáltalán konnektolni fog a mai napon rá. 171 kilobájt, 238. Mostában vagy a nem akar. Ja, a livestreamet, ha nem akkor meg felvételezzem, és aztán meg feltöltöm. Ha nem akkor, még nem. Nagyon sokat nem voltak ilyen felvételek, hogy mi is van a számítógépen. Nagyon fontos, hogy Microsoftos rendszer legyen a számítógépen, amit minden napi szinten használjak. Így van. Volt erről szó, még nem a Microsoftos rendszerek vannak alapként rajta. Egyszerű rá a válasz, mert nincs nagy értelme. Hogy mindig kell tenni különbségeket. Attól függően, hogy van, ugyanez volt. Régebben is voltak jobbágyak, rabszolgák, meg uralkodó réteg. Sem lehet ittem aztat, hogy mindenkinek egyforma legyen. Sem lehet kell örülnöm Microsoft XP 7, 8, 10. Hogy én olyan hülyék közt jártam, akik örülni tudtak annak, hogy egy újabb Microsoftos rendszer ki van. És nagyon sokan bevették azt, hogy odaig vagyok a Microsofté, valósában nem. Microsoftosból elég volt. Egyszerűen semmi, szinte nem érdekelt semmikor sem. Itt van ez az Ubuntu alapú rendszer, nyitforrás kódó. Jóval több mindent lehet rajta tenni, lehet rajta videókat vágni, hiszem annyira, de a videókhoz lehet rajta feliratokat írni. És itt van egy kicsit két. Volt ez a look. Hogy miért is volt pont ez a gigabyte-es alaplap? Elmondhatom, miért lett ez a választás. Elnézve, mennyire is adják ki az újabb verziókat. Ha annak egyáltalán ki. Gigabyte. Nagyon egyszerűen, azért lett gigabyte, jó hangzik a neve neki, és itt vannak a szériák. Akkor híve vagyok, vannak ezek a mini kisebbet, áramos energiát fogyasztanak el, annál jobbak. Van ez a AMD bordon rá van forrasztva. Kiadtak egyáltalán újabb verziót? Nem. Van egy ilyenem, meg van egy emilyenem, nincsen 2500N-esem, se E6010-esem. Untig elég. Két verzió. Ez a legjobb még a 3800-as. Ez még quad-kóros, 4 mag van rajta, többé meg csak dual-kórosak. Ugyanaz, mint a régebbi modellek. Annyi különbséggel látszik, hogy le lehet forrasztva róla a... És van ez a régebbi ATA konnektor. Nem raktak ide semmit se, itt van direkt a helye meghagyva neki. Két másik dizájn van rajta. Már direkt X12-es. Igen, ezek meg csak direkt 11-esek. Nagyon fontos tudni, hogy melyik is melyik legyen, melyik nem. És ez a
fontosságét te, hogy van egy számítógép, amit nézek, filmeket, sorozatokat, mit még, más multimédiás tartalmakat, amik a virtuális világban vannak. És a gyengelme nem tudja megkülönböztetni a virtuális világot a való világtól. Virtuális világ. Virtuálisan mindent meg lehet kapni. Ugyanez van. Ha nem teszünk semmit se, meg lehet minden. Virtuálisan. És az a gond, hogy nagyon sokan nem tudják a valóságot. Hitvány, pogányok megkülönböztetni a valóságot a virtuális világtól. Aminek soknak lesz a vesztje az még. Nem is tudom mi vagy. A gyenge elmélyekkel voltam körülvéve. Nálam a gyenge elme egyenlő az elmebetegekkel. És először időben megmondtam, hogy mi kell tenni az elmebetegekkel, hogy fölöslegesek. Ha nincsen hasznom belőlük, akkor minek legyenek? Minek létezzenek? És a legújabban, akik elmebetegekek, mint a munkás réteg. Olyan réteg, aki külön megküzdött annak, hogy újabb nyelvjárást hoztak létre. Munkás vagyok. Dolgozzak. Ilyesmit, hogy munkás rétek, mint a Google-be, nem találja meg. Hogy ez jó valakinek? Ez a Yahoo kereső volt, nem a Google-nek a keresője! A mai világban feleslegesek, egyre jobban terjednek el ilyen robotok. Feladatok! Mi más lett van ez a vírus is? Kitalálva. Szivárvány szivargyárban 1854-ben 246 és már 4500 munkás volt. Nem semmi. Legtöbb a iparosok gyönge almélyek. Én tudom azt, hogy gyöngék az elmélyek. Ha nem volna gyöngék, akkor nem nézzék szinkronizált filmet se. Se filmen, mert ott be vannak tanítva a színészek. És azt, ha valaki tudja élvezni, annak komoly gondjai vannak. És itt is vannak. Ipari társadalmi rétegek, amik vannak, meg hát, itt vannak ilyen iparágak, ipari forradalmak. Mind-mind a leggyöngébb elme, amire képes. Nagyon fontos, ha tanuljátok. Nagyon. Nagyon. És ebből a kibaszott köznépből meg lehet könnyedén élni. Kurva tartásba. Prostinuáltak tartásából. Képzeljünk el aztat. Van egy gyári réteg. Gyárnak a körzete. És vannak futtatónők. És a prostináltat tartnak a munkások. A munkás az örül a prostináltaknak.
ez undormány tényleg már. Undorító, hogy a legtöbb munkás örül a prostjának. Befizetnek, és ezért kell egy kuratartó, készpénzben beszed a prostjátoktól gább 150 eurót a ponta. Meg lehet élni. Nem abból, hogy egy büdös gyári munkás legyen valaki, hanem abból, hogy prostinátokat kell tartani. Van itt más foglalkozások is. Egyik a prostinátartások, másik lenne már. Nem erre a YouTube tanításokra, meg a gögörre, hogy nem szabad. Nem szabad felöltözködni kell. Felöltözködnötök kell, de hova. Mitől is ne? Jaj. Jaj. Úristen, kint van a kezemnek a szára, mi lesz mosta? És itt van, hogy ez a YouTube, meg ilyen vaszaki szociális osztálynak készült dögöknek, akik leghamarabb a pokolba jutnak. Ez most náru, abba a pokolba, meg az ördög. Most arról van itt szó. Megint így kiindulunk ebben a tekeződésekből. Előbb mondtam, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogyha a munkások, hogy ők, jaj, megcsinálják a napi feladatot. Hogy már az, aki napi feladatokba gondolkodik, komoly, gyenge az elméje. Igazol jó ez a személy kifejezés, most jön az én kifejezésem, de elmebeteg egyén. Akik fölslegesek. Nem kellenek! Egyszerűen nem kellenek! És nem elején, nem látom, nem ismertem föl bennük az elmebetegeket. Még el nem kezdtem figyelni őket a 3-4 évet. Hogy annyira betegek voltak, hogy nem tudtam még a ruháikat se levetni. Össze-vissza röldgéltek, köpködtek, nyáluk csorgott ki nekik. Mi a fene? Ezen mind elmebeteg. Hogy a gyenge agyam vajon tönkre ment? Hogy erőt tehet, legyengült volna az agykapacitásom, nem így lett volna semmi se. És 2009 óta nincsen több informátoraim olyan május óta, nincsen több. Már 2009, már lassan már 12 év óta nincsen. Információim! Szerintem nincsenek. Hát eddig szedek az én, mint a múltból szedem most össze. Mert az a normális, aki a múltban és a jövőben él. Múltban és a jövő. És nem az, aki a pillanatnyi jelen időben van. Nagyon fontos a jelen idő. Jelen idő, jelen. Jaj, mi lesz most? Jó, de jó, élvezem az életnek az örömeit. Vagy inkább elvégeztetitek, mint hogy élvezgettek rajta tovább. Hogy ez van. A valóság mindig más. És mostan gondolkodni kellett volna. Gondolkoztam volna, nem álltam volna össze munkás réteggel. Közhűített réteggel abszolút. De egyszerűen szóba álltam. És ez nagy hiba volt. Nem kellett volna semmilyen szihés nőkkel se összeállnom. Egyszerűen így jár az, aki nem hallgatott rájuk. De én tudom, hogy nem járok úgy, mert van még kicsi gondolkodásom. Beállok. Iszlámnak. Nem vicces ez. Egy párat megszerzett magamnak. Pár vezetést, egy pár szervezetet. Így van. Nem majd legyek egy büdös kis munkás itt Szerbiában, akik a véletlen múltján maradtak életben. Vajon, életben maradtak, de mai napon másra szavaztak volna, tehát hogy nem így lett volna semmi se, más uralkodói rétegek jelentek volna meg, nem mint most így. Meg van itten. Mindennek a következménye. És most visszaálljunk kicsikét a rétegeződésekre. Ez lenne a PC look, vagy mit csak a számítógépen. Régebben voltak ilyenek, hogy legjobb alkalmazások, best apps, bye.
School Stars. Na, meg a Fast volt a legjobb alkalmazása. Meg is jönik a keresőben. 2021-ben verzió 1-es. A Yahoo-ba. Ma 29 napja fönt van. Egy hónapja. És látszik a ezen a videón még a közhűítés rétegéhez tartozok még. Egy Microsoftos rendszerre van az egész. Rajta Windows 7-en, ameddig az tönkre nem ment. És itt van. Lehet adakozni, milyen alkalmazások voltak rajta. Nem nagyon emlékszek. Elkezdtem azon tűnődni, hogy ezek az alkalmazások mind-mind a köznépnek a hűtéséből származtak. És azt mertem állítani, hogy ezek a legjobb alkalmazások. Közben nem. Vagy nem a azt a réteghez tartozik ezek az alkalmazások, abszolút legjobb a nyílt forráskódó. Azért jó ez, mert nincsen soknak. Nem itt a legfontosabb a közelések. Több videó is van. Kírja még a fönt a címét is neki. Ez nem a saját videó! Vannak a saját videók! Meg nincsenek mások. Arról van szó, hogy a gyenge elme megtesz mindent, hogy a másokat utánozza. De nem mindegy, hogy mit utánozik. Vagy a kibaszott, kurvázós, prostináltakhoz járó köznépet, vagy a felsőbb réteget. Hogy itt Szerbiában megéri a prostináltartóknak lenni. És még lehet, hogy még veszek magamnak egy Toyota Suprát is. Csak kurvák prostinált nőket kell tartani. Nem pedig nem a bankokba szadgálgatni. Mit is fogtam volna beírni. Talán sok mindent lehet. Van lehetőség. Milyen lehetőség? Már megint kezdem ezt a ilyen közmunkásréternek a szójárását. Hát, mai napon ez volt a PC-luk. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!